Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Petroza Bálók, az MD Media multidéző podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Retrozabáló Plusz, amely műsor címén nem törtük sokat a fejünket, annál is inkább, mert témáink csak kapcsolódnak közkedvelt évtizedünkhöz, amelyet rendszerint a Retrozabálókban beszélünk ki. Én Horváth Adán Tamás vagyok, a következő néhány részben pedig ebben a műsorban a számunkra a 90-es években szem előtt lévő kultúra különböző zsánerein keresztül vizsgáljuk majd az évtizedet. Francia Rékával, szia Réka! Sziasztok! És Gizur Gergővel, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! A mai részben fiatalságunk kifélményeiről beszélgetünk majd, de ám még előtte, hogy kontextusba helyezzük a 90-es éveket, beszélgessünk kicsit erről, ugyanis az évtized elején teljesen mások voltak a körülmények, mint a végén. Én például 1985-ben születem, tehát 90-ben mindössze 5 éves voltam, 99-ben pedig már középiskolás, aztán rendszerváltás után épp csak lehult a vasfüggöny, még az évtized végére már két éve működött a TV2 és az RTL klub. A kettő között megmaradt a VHS és a kábel tv szegényes kínálata, vagy éppen a külföldi adók, a német RTL SAT1 és Pro 7 as Ti hogy éltétek meg ezt az évtizedet? Nekem kihagytad az egyik legnagyobb, legfontosabb televízió csatornát az életemben, amit, mivel hogy nálam nagyon sokáig nem volt se kábel TV, se semmi, ezért úgy nekünk maradt a földfelszín, és én az STV1 című szlovák csatornát tudtam fogni. És azon például nekem, hát mivel hogy, ugye akkor mi volt, ugye alig volt valami, akkor majd egy idő volt a RTL Klub meg TV2, de azért csak kevesli az ember, amikor már tudod, hogy, hogy van TV3-tól kezdve egy csomó minden más, amit nézhetnél, de nem tudsz nézni, mert nálatok nincs. És ezért az STV egy volt nekem egy nagyon jó szórakozás, és tudtam, hogy a, a, a kábelt az antenát hova kell tenni, hogy bejöjjön, és akkor féli szí színes volt. És a kedvencem az STV egyen a szerencsekerék volt, és ez egy de hát neked az Ádám nem lesz idegen, de amikor ugye az volt például, hogy ká, a -K karola, és akkor a kábetűt így titvelték le. Tehát nekem ez, ez, ez soha nem fogom elfelejteni az STV egyet. Hát igazából én, 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 nekem a mai világgal összehasonlítva olyan érzésem van, mint hogyha én a 90-es években egy burokban éltem volna, mert hát ugye mostani információs hömpögéshez képest az infóhoz kb. Így tényleg a tévéből, meg a Bravo újságból, vagy, vagy, vagy a Blikből értesültünk, tehát hogy nem, nem volt ennyire az internet az úgy a, sőt, semennyire nem volt az internet úgy a homlokterünkben. Mobiltelefon se volt, ugye, csak vezetékes, azt is csak akkor használtuk, tehát indokolt esetben használtuk, szóval így sevegésen nem igazán. Tehát hogy az embernek az élete, legalábbis az enyém, így, így kb. A, a, az utcánk, Íg, meg, a, meg, az iskoláig, és a nagymamának a háromszögéig terjedt. Tehát ennyi volt az én kis világom. Ezt egyébként részben kicsit olyan unalmasnak, részben viszont nagyon biztonságosnak éreztem. Tehát tényleg főleg a mai világgal így, így összehasonlítva. És igen, a, a nem volt annyira sok tévécsatorna, és nem volt akkor nagy választék, de aztán igen, bejött az RTL Club, meg a TV2, és hát akkor ismerte meg inkább az ember a, a, leginkább a kereskedelmi csatorna jelentőségét, hogy akkor itt reklámblokkok vannak, és nem rövid reklámblokkok, hanem hosszú reklámblokkok, és akkor utána még a filmajánlók, és akkor ott, ott, ott kezdtek el bejönni, igen, ezek a, az, az ilyen érdekesebb műsorok. A Réka megfogta egyébként a lényeget ilyen szempontból, mert hogy ö, ugye tényleg ugye se internet, se tele, hát Bobi ugye az nem, tehát a nyomkódot és később, és, igen. és én emlékszem, hogy nekem például nagyon, nekem mindig nagyon fontos volt a tévé, hogy legyen. És hogyha amíg nem volt a szobámban, mert nem tudtam magamnak kísírni, hogy legyen, akkor én rendszeresen, ugye én ezt tudom, hogy a nappaliban ott töltöttem a videó előtt ugye a, a nagyon sok időt, és amikor lett tévé a szobámban, nagy nehezen és kinkeservesen, ugye akkor jöttek ezek a csatornavadászatok, és aztán később ugye számítógépbe tévé tunerend keresztül, tehát nekem ha belegondolok, most itt tényleg egy a réka, hogy én tényleg sokkal inkább az életem része volt a tévé, mint ma. Igen, nekem is. Meg a VHS kazetták. A Disney mesék. És nem, nem úgy ment a háttérben, mint mondjuk neked, ugye Ádám, amikor nézed a Jockey tévét, meg az összes ilyen izét, hogy szóljon valami, ugye a háttérben, és akkor belefutsz egy amiről majd beszélünk egyszer, ugye, már podcastben, hanem, hanem, hanem hogy effektíve tényleg ö, ö, sokkal inkább meghatározott az a lineáris szolgáltatás az, hogy 19.30, kor kezdődik a nem tudom és akkor ott kell lenni, igen. mert hát akkor lemaradsz, akkor nincs visszanézem, meg nem tudom mi, hanem ez így. Ugyanez a rádió is. Nem igazán fértünk más, hogy hozzá a zenékhez, csak hogyha a rádióban úgy, úristen, ez a kedvenc számom, gyorsan lenyomom a felvétel gombot, és akkor ugye azt nagyon nem szerettük, hogy a zene végébe bele is beszéltek, ugye? Hát meg az elejébe is. Meg az elejébe is, még mondja, még mondja, de te már vennéd fel a kedvenc számodat, úgyhogy igen, igen, ezek, ezeknél ott kellett lenni időben, figyelni kellett. Hát ugye a műsor újság is volt még létjogosultsága, pont ezért. Ne viccelj, hát a kedvencem volt, ugye mindig megvolt, ugye ezt nem is tudom, talán a mai generációt el se tudja képzelni, hogy ez a színes RTV, meg múlsó újságok, hogy az ember megvette két hétre elő, és, Igen. és mindenki bújta a családból. Már karikáztuk és tisztem, a azokat. Az, és anyámnak például nézli. volt egy nagyon speciális jelzése. Ugye volt a, a, az óra, hogy mikor kezdődik az adott film, és az a tök mindegy. És ő, priorizálta a jelöléseket. Hogyha csak bekarikázta az, időpontot, az órát, akkor az a, hát érdekel, de majd meglátjuk. De hogyha a karikával még húzott lefelé egy vonalat is, az volt a nagyon fontos műsor. <laughs> és aztán eltanultam tőle, és én is így jelöltem magamnak annó. Ez egy nagyon speciális, igen, de egyébként most eszembe jutott még a kódolatlan hétvége az HBO-n, hogy ez micsoda csoda volt például, mert hogy ugye nem vettük meg így alapból ezt a csomagba az HBO-t, nem voltak ilyen streaming szolgáltatók, hogy nem, nem lehetett ennyire köz, könnyen hozzáférni ezekhez a dolgokhoz, Na, de ha kódolatlan hétvége volt, Úristen, hát akkor ott szinte az egész nap csak az HBO ment is. És ott be volt teljesen táblázva, most egy hogy most nem jött, börtönbe fog kerülni, de akkor is, és én most már egy ennyi, ennyi idő után talán elívül, hogy nekem egy ideig jött az HBO a számítógépen, de csak ott, és nem tudom, hogy miért. Hm? Sehol máshol a lakásban, semmelyik tévén nem működött, de a számítógépen, és nem használtam semmilyen izét, szoftveret, jött. Más is, nem. Úgyhogy nekem nagyon hosszú kodlott a hétvégén volt. Aztán ez eltűnt. Na minden esetre nyilván számunkra könnyebb volt, hiszen gyerekek voltunk, legalábbis fiatalok. Az évtized végére, a pubertás közepén, amikor éppen alakultunk, és alakult velünk az ország is, amelyben éltünk, a nyugati hatás egyre nőtt, és egyre több külföldi szkifisorozatot lehetett látni idehaza, ugye, ami a mai műsorunk témája. De nektek melyik volt az első szkifisorozat, amiben beleszelettetek a 90-es években, és miért érintett meg titeket ennyire? én tartozom egy vallomással, engem Timiként nem igazán vonzott a kifi. És, és, ennek ellenére, ennek ellenére a Babylon 5 volt az, ami, ami megfogott. Sajnos pont abban az időságban esett, amikor tehát ugye nálunk otthon azért volt a dolgok rendje, hogy ki mikor ö, megy fürdeni, ilyesmi, és ezért nekem mindig a, a rész háromnegyedénél fel kellett állni és menni kellett fürdeni, akkor voltam én a soros. Ez, ez veszélyes. Ez veszélyes. Mindig, mindig leültem a Babylon 5 elé, addig mindig néztem a részt, és aztán a rész végét azt mindig ki kellett hagynom. És mindenek ellenére én akkor is mindig leültem, és, és, és nézni szerettem volna. És azért, mert azt nem lehet úgy igazán harc tekinteni, sőt, eléggé szoft. Sokkal jobban rámegy a társadalom tudományra, a szociológiára, a politikai intrikára, meg különböző kultúrák van, nagyon szépen megjelennek benne, és ugye azokat ütköztetik is egymással, ez, ez mind-mind nagyon-nagyon érdekes volt. Tehát sokkal inkább a humán oldalról közelítették meg ezt az egészet, mert ugye a Babylon 5 az egy ez egy olyan őrállomás, amilyen, amilyen diplomáciai, tehát hogy, hogy gyakorlatilag oda mennek a diplomaták, és, és köv, nagy követek, és minden, is, akkor ott egymással találkoznak a különböző kultúrák. Úgyhogy ez, ez, volt az, ami úgy ténylegesen megfogott és tetszett is. Az X-szakták volt a másik, meg egyszerűen nem, nem maradhatott ki, de én attól inkább féltem, de mivel anyám nagyon szerette, ezért olykor azért ment a tévében, de én már, a, ha már megszólalt az ikonikus nyitózene, akkor már én már akkor is éreztem ezt a, ezt a zsigeri félelmet, szóval én azt nem, akkor ezt ö, én nem néztem egyáltalán, de ismertem. És sajnos néha véletlenül oda tévedt a szemem egy-két jelenetre, és az úgy be is égett. De aztán később nyilván azt is megszerettem, tehát nagyon-nagyon érdekes az is. Úgyhogy ez a két két olyan szkifi sorozat. Meg hát, amit ugye gyakran látott az ember, az a Knight Rider. Azt szerintem nincs, nincs ember, akit ne, aki ne ismerné. Kedvenc Babylon 5 karakter? Oh, uh, Jikar. Ma torony magasan. Egyértelmű, Egyértelmű ugye? imádtam, Imádtam, mai napig imádom. Sőt, az összes sorozat valaha, amit néztem, az abban is ő, ő elég magasan vezet, mint kedvenc, kedvenc karakter. Tehát má máig tartja a helyét és méghozzá azért, mert egyébként egy iszonyatos nagy karakterfejlődést jár be az évadok alatt, tehát ő, ő, egy, ő egy katonai vezető, és a, és a sorozat végére meg egészen elmegy ilyen spirituális irányba, szinte már, már ilyen szerzetesi nézetei lesznek, ez az egyik. A másik meg, hogy igazi őserenségek Londóval, mert ugye a két nép az háborúzott, és hát a ugye a nárnok közé tartozik Gikár, és, és a kentauriak közé Londó, és a Kentaur kentauriak nagyon szisztematikusan írtották a nárn kolóniákat. Hát ugye technológiában fejlettebbek voltak náluk, szóval eléggé eldöntött volt a meccs, főleg, hogy, hogy, az árnyak segítségét is kérték egy idő után, de eléggé vesztésre álltak a nárnok mindig és ezért Jiker eléggé gyűlölt, gyűlölte Londót tényleg. Londó nem gyűlölte G-kárt, inkább csak olyan mh, mh, <laughs> nem, nem tartotta de túl sokra. köztük egy ilyen kis brománc is Igen, de, de, ez, de ez csak később kezd úgy egyre inkább kialakulni köztük, és ez is nagyon, ez az egész dinamika, hogy változik köztük, ezt is nagyon szeretem, hogy aztán a végére ők, ők nagyon legjobb barátok lesznek, igazi bizalmasok lesznek, de az az út, amit bejárnak az évadok alatt, az nagyon szépen fel van építve de J. Carr jelleméhez még annyit fűznék hozzá, hogy, hogy ami a legjobban megérintett az ő az, hogy bármilyen csapás érte és küldte nagyon-nagyon a padlóra, ő mégis képes volt felállni belőle, és ha valami segítséget kapott mástól, és remélhetett, tehát volt egy kis reménye, akkor olyan lelkesedéssel tudta újra és újra belevetni magát a kihívásokba, tehát ez nekem, nekem iszonyatosan szívhez szóló volt. Tehát annyira, tehát egy jó példa. A Babylon 5 hez számomra egy ilyen nagyon érdekes sorozat volt, mert nagyon tetszett, hogy az űrben senki sem hallja a sikolyod. Egy olyan sorozat volt, amiben az űr csata jelenetekben nem volt hang. Igen. És mivel ugye az űrben valójában sincs hang, viszont az azért a tele vannak robbanásokkal, lövésekkel, mindenféle hussanú effektekkel, ami az űrbe játszódik. Gyakorlatilag minden start, vagy minden skifi, mert a Star Trek jutott eszembe, hogy például a Star Trek jellemző az én gyerekkoromra, és hát abban azért elég erőteljesen ott vannak a, az, az atmoszférikus hangok az űrben, szóval, hogy mm. hogy ez egy ilyen különlegességnek számított. És hogy mondtad, az árnyakat említetted, valahogy innen visszanézve 2024-ből azért ez egy nagyon amatőr CGI, viszont valahogy mégis ezzel a hang nélküliségével megteremtette azt a kicsit, sőt nem is kicsit ijesztő atmos. Szférát, ami, ami pont elég volt ahhoz, hogy, hogy mint, mint, mondjuk a Orion űrhajóban a varangyok, vagy ilyesmi, szóval, hogy teremtettek egy olyan ellenséget, aki, aki azért úgy, akitől ugye egy kicsit összecsinál a, a kisrác, aki van. nézi Igen. a sorozatot. Ugye a sorozat egyébként a TV on indult, és aztán később az RTL klub fejezte be, viszont x is említetted, van gyerekkorodból ilyen meghatározó rész, most nem akarom szádba adni a szavakat, de van. ugye a zöldatkás részre kb. mindenki emlékszik, meg mondjuk a gumiemberes a részekre gumiemberes, is. Igen. igen, hát a gumiemberes az szintén gyerekként éget be nekem, mert ittig elkaptam olyan jeleneteket, fú. hát ez rettenetesen rémisztő az a, az a gumiemberes része, hogy a szeme világított a sötétből, meg, meg ilyenek, tehát ez, az nagyon megmaradt, tényleg olyan zsigeri félelmeket keltettek életre ebben a sorozatban, meg a másik, annál most nem teljesen emlékszem a részre, de arra igen, hogy egy férfi döglött állatokat szedegedett össze az út széléről, és megnyalta utána tíz ujját, és, és ez is nagyon-nagyon beégett ez a rész. Nem tudom, hogy az, az melyik, melyik, melyikről szólt konkrétan, vagy mi derült ki, vagy mi nem derült ki. Hát ugye az x az egyik legbosszantóbb, hogy igazából sose derül ki semmi, nem tudjuk meg soha az igazságot legtöbbször. Nem sikerül felderíteniük a dolgokat, csak vizsgálgatni körülbelül. De, de igen, ez a kettő volt az, ami nagyon beégett. 90-es évek elején indult a sorozat ugye, az egyesen, ha jól emlékszem, hétfő esténként, és kedden volt a vészhelyzet, és hétfőn volt az X-szakták. Egyrészt ezek az ilyen dögevők, az még mindig, ez, ez van, ez létező manapság is, főleg Amerika déli részén, hogy bizony a tetelmeket összeszedik, és akkor és akkor azokat megfőzik. Vannak ilyen dokumentumfilmek úristen. is erről, nagyon, hát, nagyon undi. Nekem ez nem lenne gusztusom, de hát váljék egészségükre. Viszont én úgy nőttem föl teljes mértékben, hogy ugye az a mondat, hogy történetek az FBI titkos ügyeiből, azt én teljesen komolyan vettem, és elképedve néztem, hogy úristen, <laughs> hogy ezek milyen titkok, hogy hát bizony vannak földön kívülek, és vannak paranormális dolgok, mert hogy hát az amerikai FBI is nyomozott. Na de Gergő téged milyen behatások Értek, mi volt az első kedvenc kifid, ami felkeltette a figyelmedet? Hát ugye handicap vagyok, handicapes vagyok, ezt ugye több szempontból is, nyilván nem fogsz azon meglepődni, hogy azt mondom, hogy nekem nagyon későn, és nagyon nehezen jött ez a dolog. Már csak azért is, mert ugye azért most végnézünk rengeteg ilyen skifi azok zömmel azért a kereskedelmi tévék, vagy a kábel tévéken voltak, és nekünk nagyon későn jutott el hozzám egyáltalán ilyen. Tehát ilyen szempontból az első, amit lát, az nyilván az X-szakták volt az egyik, hogy amit te is említett, a Hétfő x szakták kedden vészhelyzet. És egyébként nekem is ugyanez volt, amit te is mondtál, hogy én Frankon úristen, ezek igaz történetek. Tehát, hogy én is ott álltam, hogy hát ezek akkor így, ahogy, van, van, ezek megtörténtek. De ahogy, ahogy a Réka mondta, én is azért ugye eléggé paráztam az X-szaktáktól. Tehát az a zene mondjuk tetszett, de azért úgy, az még most is ilyen hidegrázó. Igen, abszolút. Tud, nem, tehát nem, néztem, mert engedték, hogy nézzem, de tudod, hogy sokszor csak így félszem, de sokkal inkább hallgattam, mert hát ugye a hülye egy gyerek már akkor is szinkromániás volt, és hogy a Réka Sikároly, Nára Erika páros nekem mindig egy... Tehát én már akkor imádtam ezt a hallgatni. én, sokkal inkább az x a sokszor inkább hallgattam, mint hogy néztem, mert nem akartam utána nem, nem elaludni. De hát a Knight Rider-t ugye a kettesen azt ugye már volt, hogy láttam, tehát ott az nekem nyilvánvaló, hogy ha most itt ki kell ragadnom egy korai és első szerelmet, akkor nem kérdés, hogy a Knight Rider, ugye a Hello party ba is, mint a podcastba is ezt várszor említettük, hogy az alap. De ha mondjuk a klasszikus kifi felé akarunk haladni, mert nyilván akarunk, akkor ugye ahogy bejött ugye az RTL klub, akkor ugye az nekem a például a Sliders volt az első, amibe úgy effektíve belefutottam, és azt néztem is. Tehát az volt az az első, mert ugye nagy, tehát a Babylon 5, Time Tracks, ezeket csomót ugye az ember hallotta, hogy a Bot András ugye az RTL klubban, hogy az ajánlom minim mondta, ez a fülembe éget örökre ez, ahogy, ahogy, ezeket a, a sorozatokat promózza, de a Sliders volt az, aminél konkrétan leültem és elkezdtem nézni, ezt sokszor beszéltük a többi podcastban is, hogy akkor lövésünk nem volt általában, hogy most megkavarták a részeket, nem kavarták-e meg, hanyadik évad, azt se tudtuk, hogy tehát nem igazán tudtuk, de azt tudom, hogy a Slidersből nagyon sokat láttam. Úgyhogy ha így nézzük, akkor a Sliders volt az első Echtes kifi, ami, ami olyan szinten megfogott, hogy na akkor Gergő leült, és akkor ezt így nézte. Én pont addig néztem a Sliders-t, amíg a kromagos vonal el nem indult, mert utána számomra tönkretették ezt a ezt a sorozatot. Valami rémlik nekem is, hogy utána valami már, mert ugye cserélték ott, ugye a, a védet hát ugye lecserélték. Egy idő lecserélték, után, vagy, meg egy idő nem után tudom. csak a néger ö, csávó maradt benne. A, a, igen, a, igen, igen. És mindenki más lecserélődött, még a főszereplő is valahogy új arcot kapott, amit így sose értettem, meg így nem nagyon voltam így képbe, meg Szalmot már én elvesztettem a. Elvesztett az első X-évad volt, a jó, amikor meg az eredeti Gárda volt, ugye ez a jerry O'Connell, ugye a Selmeci Rolanda, akkor Kisvabő Krisztina, Kállidartú, Kocsis György nekem az a professzor, ugye, tehát az volt az a slide, akkor már az utána lévőket már úgy éreztem, hogy ez már ilyen izzadság szagú, tehát hogy most akkor hupikék, törpikék is, akkor mit tudom én, ott már nem törpök lesznek, hanem hanem tudom, madarak, tehát hogy ez már nekem nem ugyanaz. Nekem az első élményem, de erről ezt már több műsorban elmondtam, az a Power Kapitány és a Jövő Katonai, a hungaró videófilmje, mindig így kell mondani. Bocsánat, még csak elmentünk az űrgammák mellett. Csak, csak két gondolatot, tehát, hogy értem én, tudom, és mindannyian, akik ismerjük és láttuk, szerintem mind a hárman láttuk, és szerintem a hallgatók is sokan, tehát, hogy azért az megvolt, nem? Hát 160 rész nehéz lett volna kihagyni 95 és 98 között, de azért ajánlatosabb volt kihagyni az ha a Haldor 01 űrhajónak a. Igen, a való harcát, tehát. Elég nagy nevek dolgoztak rajta. Tehát például a jelmeztervező Zób Kati volt ahhoz képest, szóval, drakúfok, szóval én értem én a, a büzsének a lényegét, de hogy jó, az kifik körülmények közébe belakott sorozat volt, de az inkább egy ilyen edukációs oktatás sorozat Meg volt. Meg hát tehát... kicsit kicsi gyermetek is volt a maga módján, viszont pont az, ahogy mondtad, hogy nevek, tehát hogy azért ö, ö, a Szombati Gyűlés a Sörös Sándor volt, ugye a Dexter Sinister, és hogy, hogy ők azért, szerintem azért ők jó színészek, tehát hogy, és hogy viszont a többi szereplőről nem sokat tudunk, de most próbáltam nézni egyáltalán, hogy mi van a többiekkel, és ők nem nagyon... Sok-sok évvel ezelőtt csináltam egy interjút Patrick Zolgal, azaz Hetény Zoltánnal, aki az egyik gyerek szereplő volt, és ő mesélt az akkori körülményekről, illetve néhány éves Örös Sándorral is készítettem egy interjút, és őt is kérdeztem erről. A Hetényi Zoli elmondta, hogy ők akkoriban ezt nagyon szerették, ugye, gyerekként ezt teljesen máshogy élték meg, tehát hogy eleve ott volt a szénialász, ugye volt koncert a BS-ben többször is, meg, meg ilyen mindenféle szénia akciók, de engem ez a veszély nem figyelgetett, mert azt hiszem négyesnek kellett lennie az embernek, hogy szénialász tag lehessen, és hát nem voltam olyan jó tanuló, hogy ez egyáltalán szóba jöhetett volna, viszont... Most, hogy kérdezgettem egy-két arcot a régmúltból, ők sem voltak. Tehát igazából lehet, hogy nem is volt egy darab szénia lázas sem a világon, csak ezt így behalusztuk. Tehát senki nem vállalja már. Én nem is tudtam, hogy volt ilyen. Én pont ma néztem utána ennek, és akkor olvastam is, hogy volt ilyen. De szerintem a, az űrgammáknak, és utána tényleg én nem akarok erről többet, de hogy talán az űrgammáknak az volt az egyetlen varázsa, hogy ha visszagondolsz úgy magad a 95-be, hogy ez akkor indult, hogy azért az egészen más világ volt, tehát hogy akkor volt, csak volt egy közösség, akkor ugye azok a színészek, akit most ugye te is mondtál, hogy, hogy akkor minden, akkor tényleg ez egy, ez egy, nagy dolog volt, hiszen benne voltál a tévében, akkor ugye nem volt még se YouTube, se semmi. Tehát, hogy talán ezért is volt, nagy durranás volt egyáltalán? Nem nem? Nem, szerintem az Vagy ahhoz képest volt nagy durranás, különleges, volt valójában. Mert különleges volt a színészekről, meg hát persze szerepelt benne ilyen, hogy Tábori Nóra, ha jól emlékszem, meg ilyen, igen, ilyen igen nagyobb igen. nevek is, de, de ő csak kicsit. szólva, igen, szóval, hogy nem volt ez igazából. Engem például emlékszem, hogy a Jocó Zolg kifejezetten idegesített, és a, a viszketett tőle egy nagyon rosszul meg. Tehát, hogy, tehát a 90-es években nagyon sok, ami készült ilyen tévé sorozat, készült egy pár, nem csak, nem csak, az űrgammák, és nem csak Skifi. Mindenhol sajnos nekem ez ilyen nagyon olcsó szaga volt, és nagyon olcsó íze volt már akkor is. Nem akarom kinyitni ezt a témát, mert ez inkább a következő részünknek a témája, de... Ugorjunk! Szóval karakterek... Hát nekem kedvenc karakterem a kit volt, ne idegesítsél. Gergő, hasznos lesz ebbe az adásba, mert a Night rider túl, meg a sliders túl nem nagyon... Figyelj, mindig úgyis azon panaszkodsz, hogy túl sokat beszélek, nem? Ugye g ezt már említettem, de meg kell, hogy valljam, belegondolva, scully is nagyon-nagyon szerettem az x szaktában méghozzá azért, mert nem csak gyönyörű, hanem hogy menete nagyon okos is, és nagyon tetszett, hogy az ő duójukban Mulderrel, ő, Skália a racionálisabb fél. Mulder meg kicsit az elvarázsoltabb. Nyilván a Mulderrel azonosul, szerintem kb. minden fiatal srác, főleg aki szeretett volna hinni, aki hinni akart, és közben meg ott volt egy csaj mellette, aki nagyon egyértelmű bizonyítékokat látott a paranormális tevékenységekre, vagy akár a Földön kívüliek létezésére, mégis mindig hitetlenkedett Mulderben. Nem teljesen értek egyet, mert ugye én néztem nem annyira régen, pár éve a, a sorozat részeket. Azért azt kell, hogy mondjam, amikor Mulder elkezdett érvelni Skálinak dolgokról, akkor igazából nem arról volt szó, hogy Dafke csak azért is szembe ment Mulderrel, hanem ha Mulder meg tudta győzni, vagy felhozott egy olyan érvet, vagy hogy nézd meg, hogy sorba jönnek azok a jelek, amik az én elméletemet támasztják alá, akkor látszott Skálin is, hogy meggondolja, hogy elkezd utána menni, elkezdő is ezen a, ebbe az irányba gondolkodni, csak aztán végül kiderült az, hogy jön a kormány a képbe, és akkor elködösödik minden információ, hirtelen nem tudnak már többet kideríteni az egész ügyről. És, és nagyon sokszor volt olyan, hogy, hogy hiába értett Scully egyet Mulderrel, a hivatalos jelentéseibe ezeket nem írhatta így le, hanem csak kézzel fogható dolgokról írhatott jelentést de olyan is volt, hogy, hogy ő is elmondta, hogy olyan dolgokat látott, vagy tapasztalt, és akkor közölték vele, hogy ezt nem írhatja le a jelentésében. Tehát az én emlékszem ilyenekre a Szkáli oldaláról is, tehát nem volt tényleg ez a dávkeség benne. De a skáli mindig úgy fogalmazott, hogy mondjuk amire nem tudok magyarázatot adni, tehát hogy, hogy nem, egyszer csak ott lebegett a, a, tárgy, és hát én, az két szememmel láttam egy bizonyítékot mondjuk a, nem tudom, az ilyen... Telekinézis. Telekinézis, köszönöm. Hanem azt mondja, hogy hát erre nem tudok magyarázatot adni, ami értem, hogy a racionalitás szempontjából igaz, csak hogy, csak hogy nekem ez gyerekként mindig nagy csalódás volt. De egy csomószor azt, amely én nem hiszem, csomószor az volt, hogy igazából nem tudták effektíve megmagyarázni. Igen. Tehát, hogy beszélgettek, elmélkedtek, kapaszkodtak, próbálkoztak, de, de mindig abba futottak, hogy hát... Nem tudjuk megmagyarázni. Igen. Tehát, Igen. Hogy, és egy jelentésben meg nem írhatsz bele olyasmit, hogy nem tudom, lebegett ott valami, és nem tudom, miért lebegett, ez biztos természetfeletti jelenség, vagy paranormális jelenség, ilyesmit egy hivatalos jelentésből nem írhatott le. Számomra az kell igazából azt, azt jelképezi, tehát, hogy akkor tény valami, akár a fizikában is, vagy bármiben, ha az bizonyítható azokkal a módszerekkel, amiket ismerünk, és amiket ö, mérni tudunk. Tehát az, hogy valaki valamit látott valahol, az igazából egy, nem, egy, nem, egy, kész tény. És, és ezt a fajta látásmódot képviselte Szkáli ebben a sorozatban, szerintem és szükség volt Mulder, Mulder, leírta volna a gyerekregényt, mondjuk, igen. de azt Káli meg inkább a, a, a tankönyvet. Igen, igen, igen. A 90-es évek tele volt kreatív és különleges kifi világokkal, mint például az x világa, de mely volt az a világ, amiben legszívesebben beléptetek volna? Gondolom azért pont nem az x világába, <laughs> ami egy ijesztő és kormány, az amerikai kormány által befolyásolt világ. Hát az azért való világ igazából már. Igen, tulajdonképpen igen. <laughs> Én amúgy szívesen ö, éltem volna a Babylon 5 mint így magán az állomáson. Nyilván nem abban az időszakban, amikor az árnyakkal háborúztak, és egyre jobban elvergesedett a helyzet, de, de, de szerintem ez rettenetesen érdekes, amikor ennyiféle kultúra és, és világ lényei próbálnak ö, közös légtérben létezni, és, és amikor ütköztetve vannak a szokások, az is, az is nagyon érdekes. Volt például, amikor a dráziknak ö, a szokásuk volt az, hogy tényleg ilyen, ilyen rámondásra kiválasztották, hogy te a illat te meg a zöld csapatban, és akkor úristen, ilyen több vérre menő ellenségek vagyunk, és akkor végigharcolták ott az emeletüket, ami az övék volt, és, és nem lehetett őket észérvekkel meggyőzni arról, hogy ez egy nagyon primitív szokás, és hagyják abba, ezt nem lehet csinálni egy ilyen diplomáciai állomáson, de, de nekik nem, nekik ez volt a szokásuk, és pont. Meg volt, voltak olyanok is, akik most nem jut eszembe maga a, a a faj, hogy nem hittek az orvoslásban. Sőt, hogyha, hogyha valakit meggyógyítottak, az a hitükkel szembe ment. És hiába a szülőknek a gyereke hiába volt halálos beteg, vagy, vagy, vagy meg kellett volna műteni egyszerűen, nem engedték a szülők, és hagyták meghalni, és így voltak békésebb tudatban, hogy akkor, a, akkor nem követtek el szentségtörést. És azért nem vagyunk annyira messze. Tehát, hogy tudunk azonosulni ezekkel a dolgokkal, értjük, hogy vannak ilyen jelenségek. Igen, tehát, hogy, hogy szerintem ez rettenetesen érdekes, és és minden nap találkozhattam volna valami olyan szituációval, amit így a Földön az ember nem tud úgy megtapasztalni, mint egy ilyen állomáson. És Gergő, te amellett, hogy örültél volna a jogért és igazságért alapítvány alá tesz egy kitett, de melyik sorozat világába látogattál volna? A sliders talán nem, azért az egy elég rossz. Pont, ez, pont ezt, akartam mondani, hogy a Sliders egy csomószor átvert, hogy ugye utaztak egy dimenzióba, és azt mondtam, hogy ez dedök jó, ez, 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 és, és, minden alkalommal jött valami olyan csavarok, az ember úgy lelohat, hogy na, rohadj meg mégsem. És én, itt el is vesztem ilyen szempontból, hogy én mindig, mindig, mindig akartam ott, hogy valamelyikbe beleszeretni, tudod, hogy ez tök jó lesz, de, az aztán valami mindig történt minden egyes dimenzióban, a világban, ahol, ahol így, így még megrekedtem, hogy hát, akkor oda se. Hát, ugye, voltak zseniális epizódok, ez tény, viszont van olyan, amire azóta is emlékeztek, és veletek van? Igen. Volt a Babylon egy olyan rész, amiben a nagyon súlyos büntényeket elkövetett embereknek a memóriáját teljes mértékben kitörölték, és beléjük egy, egy személyiséget, egy olyan személyiséget, ami olyan szerzetesi létben szolgálja onnantól kezdve a, a közt. Olyan közmunkának lehet hívni, de úgy, hogy közben ő abban a hitben él, hogy ő, hogy ő, mindig is ezt csinálta, és hogy nincs, nincs, nincs másra szüksége. És ez egy nagyon érdekes, milyen morális kérdést veszeget. Ugye elvehetjük-e valakitől az emlékeit, és büntethetjük-e ilyen módon. És ugye párhuzamosan közben ugye folyt egy cselekmény is a részben. Azt hiszem, talán gyilkosság történt, Ott ugye le is zajlott a tárgyalás, és hát a végén ugye kiderült, hogy a gyilkost azt így, így büntették. De hát ugye az, akinek a szerettét megölték, az szembesül ezzel a, a szerzetesi személyiséggel, és, és, azzal, hogy, hogy neki fogalma nincs arról, hogy ő mit tett, és úgy megy oda hozzá, hogy, hogy segíthet neki valamiben, támogathatja-e valamivel, és, és, azért ez egy, ez egy döbbenetes szituáció, hogy nem, nem tudod felelősségre vonni már, hiszen nem is emlékszik, már nem, ő nem ugyanaz a személyiség többé. Tehát ez, ez egy nagyon, ez nagyon megmaradt nekem, mint egy ilyen Morális kérdés. Mény nyomot hagyott, de azért is gondolom, hogy milyen nyomot hagyott, mert nagyon ügyesen is mesélték el azt a történetet. Egyébként ugye a, a ugye van egy fő cselekmény szája, ami folyamatosan megy végig az évadokon, de emellett meg epizódikus is. Kicsit epizódikus jellegű, és mindig volt egy, egy kerek történet a részeken belül és nagyon ügyesen volt ez is elmesélve. Kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha egy hatalmas írócsapat lenne az egész mögött, és mindig írnának egy-egy novellát ebbe a világba, és akkor ezeket a novellákat ö, filmesítenék meg egy-egy de amúgy utána olvastam, és nem, nem így volt a, a, részek nagy részét, tehát a sorozat nagy ö, részében ő, egy valaki írta az egészet, tehát a cselekményt, meg a történeteket. Úgyhogy ő, nem ez volt mögötte, de tőfétlenül nagyon ügyesen mesélt. Valószínűleg ezért, ezért ütött annyira mélyet ez a, ez a rész bennem. A Night rider nem fogom most elmondani, mert hogy azt majd a Hello Party-ban viszont akkor mert én most... amikor meghalt két... <laughs> Csönd Zogogtum. legyen. Te Igen, te gonosz állat, de ezért most én behozok egy olyan sorozatot, ami talán létjogosultsága van az alapján, ugye, amit egyeztettünk, ugye, amiket küldtél listát, és ugye te ír... például ugye a Power rangers is beraktad, na, nem arról akarok beszélni, hanem volt egy Mortal Kombat Conquest nevű sorozat, ami 98-99-ben, na ez engem, és oké, az nem annyira skifi, hanem inkább csak fantasztikus, meg hát, ugye nálam tudni, hogy a mortákomat alapból egy, de nekem és az a, az a, sorozat, a Mortal Kombat Conquest, az nekem egy, az nekem egy hatalmas... Ö... Én, én, imádtam. Nem tudom, hogy miért, mert mindenki lehúzta, meg ugye félig elkasszálták, stb. stb. Én nekem nagyon bejött, én imádtam, és hogy mondtad, hogy ikonikus rész, igen, az a rész, amikor például a, a Kuan -Chi, a Shang vagy Shang szövetkezik a Kung Lao ellen, és a végén ugye a, elárulja a Kuan chi ugye a Shang és ezért ö a barátaihoz fordul kungla, a barátaihoz fordul koncs, hogy akkor mentsék meg. És akkor ez azért tetszett nagyon, mert hogy az ellenségek tudnak szövetkezni hogy egy másik ellenséget legyőzzenek. Az a rész alapból nagyon jól össze volt rakva, és nekem nagyon tettett az egésznek ez a, ez, ez a pörgése. Tehát azt a részt nem tudom, rengetegszer láttam. Beszéljünk röviden egy kicsit a technológiai fejlődésről, hogy hogy milyen skifi technológiai ötletek váltak valóra a 90-es évek óta, és melyek azok, amire még mindig várunk, vagy ti személy szerint vártok. Hát az űrutazásra még mindig várunk, nyilvánvalóan jobban megvalósult, mint annak idején. Tehát, hogy Babylon 5, most is van, van már ISS. Jó, de azért kicsit otthonosabban mozognak ők, tehát kicsit azért otthonosabban csinálják ezt. A kínaiak nem sokára holdbázist építenek, szóval azért... Alakulunk, alakulunk, de még úgy nem valósult meg abban a szószoros értelmében, hogy most csillagrendszereken át tudjunk utazni anélkül, hogy, hogy nem is tudom, megöregednénk és meghalnánk közben, vagy, vagy, vagy a hibernálásunk se történt még meg, hogy akkor ez, ez, ezeket az utakat kibírjuk. Igen, még mindig várjuk Walt Disney fejét, amit fölélesztenek majd. Igen, igen, tényleg. Viszont valamennyire megvalósult a például a ChatGPT, mint mesterség és intelligencia, ha már kitről beszélgettünk. Valamennyire megvalósult ugye a videócset, meg az okos házak, okos hűtő, ilyen, ilyen dolgok azért vannak, meg ugye a Night Riderben, kittel ugye, ilyen karórán keresztül kommunikált, tehát azért most már van okos óránk, tudunk azon keresztül telefonálni és beszélni, tehát ez is valamennyire szószó -szó megvalósult. Tehát, ezek, ezek jutottak így hirtelen eszembe. Számológépes óra volt, amin beszélt, az volt a legjobb benne. <laughs> az elektromos autók, szerintem azért, azért ilyeneket lehetett látni egy-két szkifiben ötödik elemben talán, nem tudom, hogy azok elektromosak voltak, ez tény is való, de hogy de ezek hát, a hangtalannak ez ilyen kis lebegős dolgok, nem tudom. De azt amúgy észrevettétek egy csomószor, hogy bocsánat, csak hogy nem is tudom most melyik melyik sorozatban volt, és nem akarok hihességet mondani, de például nem hiszem, hogy ott, ott konkrétan az 2018-ban játszódik, a történet szerint. Az a történet, hogy akkor az emberiség, ja tudom már melyik volt, az a víz alatti cucc. Sequest DSV. Köszönöm, azaz, hogy, hogy az emberiség ugye már felélte a, a, ugye a föld tartalékait, és már csak az óceánban vagy a vízben tud még valamit kinyerni. És ezt, nem, nem azt akarom mondani, hogy, hogy azt hogy egy csomószor, amikor ilyen 90-es évek vagy előbbi skifiket ugye legyártottak, akkor a 2000-es év, mint misztikum, az mindig egy ilyen távol jövő volt, hogy akkor már repülni fognak az autók. Tehát 2018 re ugye azt mondták, hogy már felzabáltuk mindent a földből. Azért örülök, hogy ezek nem minden valósult, meg csak hogy arról is beszélünk, hogy nem minden. Meg a pusztítónak az évszámát is meghal... Attuk, Igen. És még mindig nem fagyasztottak le embert ilyen, ilyen, szinten, vagy legalábbis nem tudták úgy, illetve lefagyasztani, lefagyasztottak embereket, de nem tudták még őket úgy, úgy felébreszteni, mint Sylvester stallone ébresztették a pusztítóban. Akkoriban azért nehezebb volt hozzájutni így a kedvenc sorozataink, skifi sorozataink kulisszatitkaihoz, de hát minden sorozat mögött van egy érdekes kreatív folyamat, és azért volt olyan sorozat, vagy epizód akár, aminek készítési kulisszatitkai, vagy színfalat mögötti történetei eljutottak hozzátok, esetleg megmaradt bennetek? Bravo magazinban, popcornban, vagy, vagy mondjuk a rádió és TV újságban? Én rövid leszek, nekem nem nagyon nem nagyon jutott el hozzá ilyesmi. Hát, a 96 96-97-re datálnám azt, amikor én már azért úgy internetet kezdtem használni, vagy még talán előbb is, és akkor, akkor a Night Rider azért már tudtam uh, infókat szerezni. Úgyhogy nekem az. Nyilván nem ennyit, mint ma, tehát messze nem ennyit, de, de akkor úgy, úgy tényleg úgy egész sok mindent már meg lehetett találni, mert akkor már voltak ugye főleg Amerikában ilyen fanoldalak, hát nem úgy nézett ki, mint ma, és nem hiszem, hogy a könyvtárban netezni, akkor például arról egy csomó mindent leszipkáztunk a netről, úgyhogy a Night Rider. Biztos Gergő volt a nightrider.gportal.hu Igen, hát, a... nem, nem az a gépportárai, én oda soha nem merem az ajánló utáltam, az olyan így igénytelen volt, hogy fúj. Gergő szokat fogalmazni, kedvezek Gergőnek, de röviden kedvezek, mert most már nagyon fogy a műsoridőnk, viszont azért ezek remek szinkronnal készült sorozatok voltak általában. Ahhoz képest, hogy Tingli Tangli Skifikről beszélgettünk, and Az esetek többségében azért kiemelkedő szinkronnal készültek. Itt már ugye az x nára rájárják a lékosikára, szinkronjáról, de ugyanígy a slider szinkronjáról is beszéltünk már, és beszélhetnénk rengeteg-rengeteg szinkronról. Viszont melyek voltak azok, amik számotokra esetleg meghatározó voltak, és akár úgy is, hogy most felnőttként akár láthatok az eredeti hanggal a sorozatból vagy a részből, vagy akár egy új szinkronváltozattal, változattal, és, és most érzitek a hogy ez akkoriban mennyire, mennyire más volt. Na most mondjam pont kapásból a Night Rider-t, ugye beszélünk, hogy amikor eredeti, ugye akkor nyilván nem hallhattam eredeti hanggal, most igen és hát jó tudom, én nekem ez az állandó veszőparipám, de hát föld. Tehát, hogy az például tényleg egy klasszikus, de igazából bármelyik címről beszélünk, én azt gondolom, hogy, hogy mindegyiknek marha jó volt. Tehát, ha, bele csak mondom az x is, csak gyerekként csak azért hallgattam, mert a, a beszéltek. De a sliders is, amit te is mondtad, imádtam. Tehát mindegyik jó volt. Sőt, ugye mondom, nagyon sokszor hallottam csak ugye az ajánlókat, a babilon meg, meg ezekről, és ott is beszéltek a színészek, és hál' Istennek a rendes sorozatba vágtak be, nem felmondtak valami kamu hanggal. Emeljem ki az összeset? Igazából tényleg mindegyik jó volt. Új szinkront hál' Istennek nem hallottam. Azok, 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 nem, nem igazán sikerülnek jól. Viszont még szeretném beleférni az időben, mert én is jöttem egy kérdéssel, amit nagyon szeretnék nektek feltenni. Ugye, aki rajongó egy sorozat iránt, azt tud egy igazán Korrekt kritikát is akár megfogalmazni a kedvenc sorozatával szemben. Tehát mi volt ez, amit nem szerettetek a kedvenc sorozatokban, amiről azt érzitek, hogy fú, hát ez, ez lehetett volna jobb, ez annyira nem. Hogy saját gyors példával jöjjek, én a Babylon például nem szerettem azt, hogy anekdotázgatnak a szereplők, tehát hogy néha az olyan nagyon unalmas időhúzásnak tűnik, főleg az egyik kapitány, ő nagyon imádott anekdotázgatni a fiatalkoráról, meg az életéről, meg hogy mikor, mi, hogy történt vele nektek volt, volt, ilyen? Hát nem a kedvenc sorozatom, de szeretem, mondjuk pont az X szaktákban, ott én azokat a részeket nem szerettem, ahol a nagy összeesküvés, a konspiráció került előtérbe, én inkább azokat az epizódikus tartalmakat szerettem, amikor valami lény megjelenik, vagy valami paranormális dolog megjelenik középnyugaton, és akkor oda el mennek Mulder és Scully, nyomoznak, felderítik vége a résznek. Tehát, hogy azokat, azokat én igazából nem szerettem. A Slidersnél is, hogy említettem, a kromagos részektől én ott, ott, elengedtem a dolgot, meg ott ugye jön egy új csaj, mert hogy a másik csaj kijön, én azt már ott nem, nem annyira követtem, nem annyira érdekelt. Én nekem a Star Trekkel kapcsolatban is az volt a véleményem, hogy, hogy most már tudom, hogy addig a pontig, amíg Gene Roddenberry az alkotó meg nem halt, addig sokkal jobban vissza voltak fogva a részek, és nem volt annyi űrcsata, inkább a diplomácia, inkább a közös, mint humánfajok, és, és, mint föderáció, és mint, mint béke. Tehát ugye jobban szerettem az űrcsatákat, nem véletlenül vannak fézerek és fotontorpedók, szóval, hogy én általában ezek, kell voltam úgy, hogy, hogy, annyira nem nagyon érdekelt, tehát, hogy kicsit, kicsit úgy elkapcsoltam akár. De nyilván nem akkoriban nem, mert akkoriban mindent megnéztünk, de hogy ez, ezek, ezek a, ezek a dolgok. A sliders csak egyetérteni tudok, tehát erről nem is akarok szót fecsérelni. Nekem ugye felhoztam Mortákomat konkrétan, nekem az volt az egyetlen úgymond problémám, túl azon, hogy nem fejezték be, hogy nem értettem, hogy miért csak néhány szereplő van benne magából a címből. ezt, ezt... Meg, hogy bekerültek olyan szereplők, akik amúgy nem nagyon, ez volt, de amúgy. Nem. A karakterek és a színészek között mindig kialakult egy különleges kapcsolat. Nem csak ők egymás közt, hanem szám, mi is megismertük őket, és úgy gondoltuk, hogy ismerjük őket, ismerjük ezeket a szereplőket, karaktereket. És emlékeztek esetleg valamilyen, eml őriztek valamilyen emléket esetleg olyan színészről, aki kedvenc volt a 90-es években, játszott esetleg valamelyik ilyen sorozatban, és aztán találkoztatok vele? Nem, én, én nem találkoztam. Én sem. Hát, hogy, hogy nézett az volna <laughs> Akár később nyilván nem a 90-es években. Nekem van egy ilyen sztorim, ezt is már valamilyen műsorban talán elmeséltem, hogy én Jerry O'Connell-rel sikerült találkoznom, amikor egy olyan tizen... 3-14-15 évvel ezelőtt itt volt Magyarországon egy EXN meghívásnak tett eleget, akkor a Jogászok című nem sorozatot Jim belushi e, mutatták be, és akkor volt egy ilyen sajtáj, és ott egy természetesen kérdések is érkeztek az újságírók részéről a sliders kapcsolatban, és hát ő maga is beszélt a sorozatról, és ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon jó élmény volt, mert én nagyon, előtte nagyon szinkromániás voltam, és egészen a médiás pályám elején, ennél sokkal korábban, mint hogy például a Zseri a találkozás megtörtént volna, egy ilyen szinkron emlékfilmet készítettünk kollégákkal, ahol nagyon sok olyan színész, magyar színész ott volt, akik, akik ugye kölcsönözték a hangjukat az akkor kedvenc sorozatjaink szereplőinek, és ugye azért minden, sokan elkövetik még a mai napig, főleg itt Magyarországon a szinkron eléggé erőteljes hatással van még azért még, még, mindig, hogy, hogy összemossák ezeket a karaktereket, ugye amikor, és akkor, akkor mindig, és ott nagyon sok negatív csalódás érte. találkoztam ott olyan magyar színészekkel, akik nagy kedvenceimnek adták a magyar hangjukat, viszont közben meg, hát hogy mondjam, nem akarok senkinek sérteni, de nagyon Szóval csalódást okoztak. Tehát a Jerry oconnell való találkozás nem egy olyan találkozás volt, amikor a oda mész az utcán, és akkor rendes és jó fej. Nyilván itt ez egy sajtótájékoztató volt, tehát eleve aranyos volt, rendes és jó fej. Én azt gondolom, hogy ő amúgy is ilyen csávó és ő egy ilyen nagyon-nagyon pozitív élmény volt számomra, egy ilyen óriási, nagyon-nagyon-nagyon magas csávó, nagyon jó humorral, nagyon nyitott és, és nagyon közvetlen volt, és ő egy ilyen, nekem egy ilyen nagyon-nagyon jó benyomás volt, de hát akkor, ha már ezt, akkor zárójelben, hát ha vannak a hallgatóink olyanok, akik ott voltak annak idején a Mon Parkban, amikor a, az átjárónak keretén belül itt volt Patrick Stewart, Picard kapitány, hatalmas élmény volt, és a rebutolás és a folytatások témáját még azért mindenképpen járjuk körül. Már itt említettem, hogy a Night Rider-nek is voltak ilyen, hát a nem is, de igazából annak felélesztése is volt, nem csak spin -offja. de ti melyik sorozatot néznétek újra egy új változatban, egy új, új akár szereplőgárdával, új modern történetekkel, modern megvalósításban ezek között a régiek közül? Azt gondolom, hogy a Babylon 5 az rengeteg lehetőséget rejt magában, hiszen, mint mondtam, és rengeteg sok kultúra megfordulott, kimeríthetetlen tárház a különböző ötleteknek és cselekményterveknek. Én ott nem szeretném egyébként, a felé nem vagyok nyitott, hogy a régi karaktereket élesszék újra, csak mondjuk más színészek, mert, mert az új volt jó, ahogy volt, és úgy volt kerek, ahogy volt, hanem ez már valami új legyen, egy új generáció, vagy valami hasonlóra nyitott lennék. Ugyanezt gondolom egyébként az a x is, ö, arra is nyitott lennék egy folytatással. Annak nem... ugye volt folytatása, nem is volt olyan rossz folytatása. Volt, igen, de az ugyanúgy Mulderrel és Scullyval, de hogy valami tehát akár más szereplőkkel. De működne? Vajon ezek a, ezek a... Tehát, hogy Ezeknél a sorozatoknál, mondjuk inkább az x beszélnek, beszélek, nem a Babylon 5-ről, egy olyan sorozatban, mint az x ott nagyon fontos a karaktereknek a, a dinamikája. a Igen, és tényleg fontos, igen, de én azt gondolom... Tehát addom... működne Mulder és -e nélkül egyik x -ták? tehát az x világában, de nem velük. Én nyitott lennék e felé, hogyha tényleg egy másfajta, de attól még jó karakterdinamikát hoznának be. Egyébként kicsit hasonló felépítésű a kék könyv projekt. Sajnos még nem tudtam, vadászom konkrétan azt a sorozatot, hogy meg tudjam nézni, mert elkaptam, nem az Epic Drámán, vagy valamelyik, nem emlékszem már, melyik csatornán adták. Nagyon jó sorozat. És az nagyon egy nagyon, jó. nagyon tetszett az is, nagyon, az is pont ezeknek megy utána, csak ugye korábbi időszak és én azt, azt, is nagyon tetszett, azt majd egyszer végig akarom nézni, úgyhogy ebben is, ez is egy olyan témakör, ami szintén kimeríthetetlen, úgyhogy én, én erre is abszolút nyitott lennék egy, egy rebootra. A slidersben lehetne egyébként potenciál, hogyha nem csesznék el, tehát hogy azt meg lehet az csinálni, is, még igen. akár a Jerry elég nélkül is talán, tehát hogy maga az ötlet, ugye ez a, a, világok között utazás, ez, ez, ez szerintem működőképes lehetne, de, de, de tartani kéne valami normális, tehát nem kéne ezeket a kicseréjük izéhozé, tehát abban működne. A, Knight Rider-nél egyáltalán nem gondolom, hogy jó ötlet lenne, nem működne, mert az úgy van egyben. Tehát Meg beértük azt a kort, tehát ma már egy beszélő, önvezető autó, az talán nem egy Igen, igen valószínű, tehát hogy az, az, úgy, az úgy akkor, abban a formában, abban az időben, ezzel a gárdával ez így működött, és szerintem jó cakát, hogy ezt a Kalambónál is beszéltük, hogy nekem ez nem működne, tehát hogy kellenek azok a karakterek. A Mortal Kombat conquest meg örültem volna, hogyha befejeznék rendesen, és nem ilyen hülye vége van. Tehát ott még mindig hiányolom azt a második évadot, amit csak be a, a rajongók mondtak, hogy van, de igazából nincs. És valószínűleg nem is lesz. Végül pedig, ha egyetlen 90-es években ész választhatnátok, hogy újra átéljétek azt a varázslatos élményt, amelyet gyerekként éreztetek, melyik lenne az és miért? Folyton isvétel nem kell magam, de hát a Babilon öt lenne. <laughs> Ennyi értelmi. <laughs> Én is akarok a 80-as években abban az autóban úgy ülni, tehát, hogy hogy mert azt mondtad, hogy ma már ez a valóság, és ebben valahol nyilván igazad van, hogy ma már nem akkora kunst, de de azt, azt átélni akkor, az, az azt szerintem nagyon menő lett volna. Azért, azért kipnek volt egy megkapó sajátos jelleme. Tehát oké, igen. hogy van egy okos autód, de az annak nincs jelleme, vagy hogy mondjam, nincs egy olyan személyiség, akivel te úgy eltrécselsz, meg esetleg poénkodtok együtt. Tehát ők, ők, barátok voltak, na, nem csak, nem csak uh, sofőr és autója, Sőt, hát az inkább már brománsz, nem igen, is tényleg, Igen, tényleg, igen, igen, igen. Megmentették egymást, és hasonlók, igen. Marad bennetek valami még a mai témával kapcsolatban, amit megosztanátok a kedves hallgatókkal és velünk? Michael, véget ért a bűsor. <laughs> Talán csak egy, egy picike kis ö, hozzátoldás még a Babylon 5 kapcsán, mert ugye mondtad ö, te, Ádám, hogy a grafika az annyira nem, nem fapados, de igazából ö, abban az időszakban, amikor ez kijött, akkor még inkább használtak maketteket és hasonlókat, tehát azért a Babylon 5 is egy úttörő volt ebben is, a másik pedig a maszkírozás. Tehát hogyha mai szemmel nézem a maszkírozást, ami most is megállja abszolút mértékben a helyét. Úgyhogy én, 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 azt gondolom, hogy, hogy, ezért is érdemes megnézni ezt a sorozatot. Pedig nem gondol az ember, hogy egy hatalmas büdzséből lett ez legyártva, de ettől tényleg nagyon, nagyon jól megoldották, nagyon jól megcsinálták. Hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ne felejtjétek, hogy a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül támogathatjátok podcastjeinket, többek között ezt a műsort is, amelynek következő részét június 15-én mutatjuk majd be, akkor fiatalságunk tévés élményeiről fogunk beszélgetni ugyanebben a felállásban. Szeszélyes évszakok, három kívánság, szerencsekelék, uborka és Familia Kft. Ezzel jövünk legközelebb, addig meg jó podcast hallgatást, hiszen ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.